Felütötte fejét a kolera, az eddig 700 halálos áldozatot követelő idáj ciklon pusztította Mozambikban. A járvány rohamosan terjed. A március 14-i ítéletidő által leginkább érintett tengerparti város Beira környékéről egyre több beteget visznek a Munhava egészségügyi központban. Egy helyi férfi azt mondja, tegnap 5-en haltak meg kolerában itt a Munhavában. Ma reggel pedig újabb haláleset történt. Súlyos hasmenéses tünetekkel egy nap alatt 200 ember szállítottak ebbe az egészségügyi központba. Az egészségügyi világszervezet 900 ezer adag kolera elleni vakcinát indított útnak Mozambik felé. A vihar okozta esőzések, hatalmas áradások és földcsuszamlások óta az elmúlt 11 napban a tiszta ivóvízhez való hozzáférés jelentette a legnagyobb kihívást a dél-kelet-afrikai országban. A WHO arra számít, hogy a következő hetekben emelkedni fog a maláriás esetek száma is.